A Kulturpontot látják, köszöntöm Önöket. A mai műsor középpontjában a nyár áll, nem csak a Galéria 12 Egyesület nyárindító kiállításáról lesz szó, de a második nemzetközi karmesterkurzus koncertjéről is, amit június végén rendeznek meg a MOM Kulturális Központban. Tartsanak velünk! A képzőművészetben évszázadok óta kitüntetett szerepe van a nyárnak. Ez az évszak ihlette a Galéria 12 Egyesület művészeinek új kiállítását is, amely egészen augusztus végéig lesz látható a Hajnóczi József utcai Galéria 12-ben. Virágzó pipacsmező, tengerparti idill, a nagy melegben enyhülést adó lépcsőház. A nyár régóta szolgáltat témát a képzőművészek számára, nem véletlen, hogy a nyári szezont elindító kiállítás középpontjában is a legmelegebb évszak áll. A tárlat alcíme az Asszociációk azt jelzi, hogy a művészek egészen távoli gondolatokat is társíthattak a témához. Ez a négy évszak és abból kiemelten a nyár az egész művészet történetét hallatlanul erősen befolyásolta, és most nem akarok visszapillantani az európai művészet történetébe, de minden esetre azt valóban meg lehet erősíteni, hogy a tavasz-nyár-ősztélből mindenképpen a nyárnak kiemelt jelentősége van, ez a tájábrázolással és a tájképekkel és a csendélettel, és gondoljunk legerősebben talán a németalföldi tájképfestészetre nagyon erős, ugyanakkor pedig ugye legendás téli tájképfestők vannak előttünk, ugye hát a Bruegelnek a korcsolyázós képei például, vagy hát talán ennek a misztikus európai festészetnek egyik, azt hiszem két éve is említettem, csak most újra borzongtatom, felelevenedik, Kaspar David Friedrich egész festői világa tulajdonképpen a térről és a jéghegyekről szól, tehát fantasztikus, érdekes, és ugyanakkor tele-tele-tele asszociációval. Különösen Kaspar David Friedrich, aki korát megelőzve, az asszociáció az a szürrealizmus alapja. Minden szürrealizmus alapja, valamiféle képzett társítás, és tulajdonképpen a tájaknak is egyfajta emelkedettebb, vagy az évszakoknak egy más megjelenítése rögtön elviszi az embernek az értelmezését, de ez így van a művészi alkotó munka során is. Azt gondolom tehát, hogy egy ilyen cím, hogy nyár 2018 és asszociáció, ez rendkívül jó cím lehetett a művész kollégák számára is, és ha most születtek a tárgyak, ha nem, de minden esetre azt hiszem a többség otthon töprengett, hogy egy ilyen kiírásra, felhívásra milyen tárgyakat is hozzon erre a kiállításra, amelyek nagyon jól kifejezik az én értelmezésemben a kiírás céljait. Nagyon fontos látnunk azt, hogy a nyár természetesen a felhőtlen ünneplésé. De a nyár az nem feltétlenül a kacagásé. A nyár tele van viharokkal, természeti értelemben is, társadalmi értelemben is. A nyár ugyanúgy adhat számunkra drámát, mint adhat komédiát, adhat összetett emberi viszonylatok rendszerét, Shakespeare-től kezdve, ahol az évszakoknak megint óriási a jelentősége, és én valamilyen módon ezen a kiállításon is ezt az összetettséget érzem. A Galéria 12 kiállításán bemutatott művek között nem csak festmények, de grafikák, üvegkompozíciók és fotók is szerepelnek. Tóth József különleges fotója például az ágyban fekve készült, a kép a fények és árnyékok játékára épül. Szamos Iván alkotása pedig több tárgy újrahasznosításával készült el. Én egy ilyen kecske fejet hoztam tulajdonképpen, ami hát egy játék igazából. A telken találtam egy szarvat, jobban mondva egy eke szarvát, ami ott hánykolódott már nem tudom én hány éve, és már nézegettem, hogy mit lehetne ebből csinálni, és aztán hirtelen beugrott, hogy hát egy kecske fejet. És aztán mindenféle limlom deszkákból összehoztam, összeállította magát a formát, aztán arra applikáltam még vas elemeket is, amiket szintén ott lehetett találni, ajtóknak a vasalata, meg ekének további részelemei, amik belettek építve. Az elmúlt időszakban igazi közösségé formálódott Galéria 12 Egyesület jövőre lesz 10 éves.
hegyvidéki 60, közel 60 ezer fős közösséget, egy közösségi alakítani igen-igen nehéz, ahhoz az kell, hogy számtalan olyan kicsi közösség legyen, mint a Galéria 12, abból tud épülni, abból fog épülni a hegyvidéki közösség. Bármilyen hihetetlen, én sokkal, a képeknél sokkal fontosabbnak tartom a találkozásokat. Tehát én azt látom, hogy ha itt havonta, vagy három hetente ez a társaság, ami 10-20-30-40 emberből áll, ezek mindig jól érzik itt magukat. Tehát tulajdonképpen egy ilyen idézőjelben tracsparti, ami kell. Na most ez körülbelül a korosztály, bár idősebbek vannak talán többen, de azért vannak fiatalabbak is, és itt jópofa információkat kap az ember, jópofát is, meg nem a jópofát is, tulajdonképpen nagyon kicsi a mai világunkban közösségi érzés. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy itt néha együtt legyünk, és én azt mondom, hogy az a legnagyobb vívmánya ennek a kis galériának, hogy összehoz bizonyos embereket. A kiállítást augusztus 24-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Galéria 12-ben. Karmesterek és karnagyok nélkül nincs komoly zenei előadás. Ők maguk is előadó művészek, akik a kézmozdulataik összetett jelrendszerével képesek arra, hogy összetartsák, irányítsák a zenekart, és legalább annyit hozzátesznek az előadáshoz, mint maguk a zenészek. A Szolnoki Nemzetközi Karmester Kurzus résztvevője a Momkútban adnak nyárváró komoly zenei koncertet. A következő percekben a kurzusokról és a június 25-i koncertről is kérdezzük a Gála művészeti vezetőjét. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Még mielőtt a mesterkurzusról beszélgetnénk, érdemes talán tisztázni két fogalmat. Mi a különbség a karmester és a karnagy tevékenysége között? Azt gondolom, hogy sok ember fejében ez a két tevékenységi kör vagy feladatkör összekeveredik helytelenül. Uh-huh. Nagyon hasonlít a kettő egymáshoz. Végül is egy embertömeget kell irányítani, vezetni, inspirálni. Az egyikben ez egy vegyes, hangszeres csoport, a zenekarnál a karmester. A karnagy viszont kizárólag az emberhanggal, az emberekkel, az énekesekkel, a kórussal foglalkozik. Apró különbségek vannak, mint például a karnagyok, mikor kórus vezényelnek, ösztönösen és tudatosan, és a levegővétellel és a légzéssel kell, hogy kapcsolatban legyenek, a mozdulatviláguk inkább ezt tükrözi. A karmester ezzel szemben sokféle egymástól teljesen ellentétes eszközt kell, hogy alkalmazza, hogy különféle hangszercsoportoknak különféle utasításokat adjon. Így a mozdulatvilág az eltér egymástól, de egyik nem zárja ki a másikat. Szóval egy karmester is tud nagyon jó kórust vezetni, sőt, nagyon sok karmester, amikor egy oratóriumot vagy egy operát vezényel, természetesen kórusokat is vezényel, de nem ugyanazzal a mozdulatvilággal, mint egy karnagy, hasonlóképpen alkalmazkodik a helyzethez. Egy karnagy, amikor zenekart kell vezessen, ott egy kicsit más a helyzet, mert ugye több gyakorlat és tapasztalat kell legyen az illetőnek különféle hangszerek természetéről, hogy megfelelő instrukciókat tudjon adni mozdulataival. Mindjárt arról is beszélünk, hogy ezt a mesterséget hogyan lehet elsajátítani. Előtte azonban szerintem érdemes szót ejteni a mesterkurzusról, amit már nem először rendeztek meg. Hogyan indult ez a folyamat, és kik jelentkezhettek a mesterkurzusokra? A mesterkurzus ötlete régóta bennem van, a fejemben van, és már évekkel ezelőtt indítottam el egyet Törökországba, aztán egyet Portugáliába, aztán Brazíliába csináltam egyet, aztán Belarus, Fehér Oroszországban akkor volt. Akkor nem volt tapasztalata. Igen, szóval különféle metódusokat is, szóval szerkezet és szervezetben különféle megoldásokat találtam, és akkor Magyarországon akartam egyet indítani, ami nemzetközi legyen mindenképpen, ne csak a helyi fiataloknak. Ez miért volt fontos? Mert egy ország kultúráját megismertetni,
külföldiekkel a hagyományait megismertetni, mert hogyha ide jön egy külföldi, ismer egy magyar zenekart, találkozik magyar emberekkel, eszik magyar kaját, aztán kijár inni, enni, étterembe, szórakozni esetleg a szabad idejében, sétál a természetbe, vagy akár egy kis egy-két plusz napot tesz a kurzushoz, mert ilyen volt már, hogy megmaradtak itt kurzus végén a fiatalok, és mentek a nevezetességeket nézni, jöttek Budapestre, stb. Ilyen szempontból fontos. Magyar zenésznek fontos, hogy ne csak magyar karmesterekkel és kollégákkal találkozzon, hanem inkább nyisson világ felé, és találkozzon más szemlélet, más iskolákba, más úgymond metodikával szocializálódott vagy nevelkedett zenészekkel találkozzon, eszmecsere és egyfajta tapasztalatcserét lehet serkenteni ezzel, és gyarapodik, ugye, hogy mondjam, a helyi zenésznek is ez egy pluszt ad, és neki is egy fejlődési folyamatot biztosít. Ennek még nagyon sok eleme van, amit most nem akarom felsorolni, ez egy külön műsor lenne, de mikor Magyarországon akartam a nemzetközi csinálni, szólnak szimfonikusokkal volt egyfajta előzetes szakmai kapcsolatom, mint vendégkarmester, feltártam a lehetőséget, nagyon örültek neki, és ez egyfajta oktatási elemet is épít bele a kultúrába, ami nagyon fontos Magyarországon, erre nagyobb súlyt kell fektetni. Oktatás, nevelés, stb. És tavaly sikerült első nagy mesterkurzusunkat megszervezni. Ott karnagy és karmesterkurzust párhuzamosan csináltuk, legyen valami különlegessége. Idén nem lesz karnagy kurzus, csak karmesterkurzus. Ennek csak gyakorlati okai vannak. Úgy gondoltuk, hogy idén nagyobb súlyt fektettünk most a karmesterekre, olyan repertoárral, olyan feladatkörrel, hogy ez legyen a középpontjába a kurzusnak, és jövőre megint fogunk variálni. Kik jelentkezhettek ezekre a kurzusokra, és hogyan épült fel az oktatás? A tavalyi jelentkezők hasonlók, mint az idei jelentkezők. Idén az amerikai kontinensből nem volt jelentkező. Annak sok oka van, főleg itt a dél-amerikai országokból lenne sok potenciális jelentkező, azoknak viszont a jelenlegi euró-dollár árfolyam ingadozások nem kedveztek. Tavaly volt Brazíliából, Kanadából, USA-ból jelentkezőnk, idén nem, de Hongkongból, Kínából, Japánból, európai államokból, Franciaországból, Svájcból, Olaszországból, most nem tudom még honnan jelentkeztek, szóval nagyon vegyes, nemzetközi egy gárda megint összejött. Most 7 növendéken van ebben a idei produkcióban, tavaly 11-en voltak, de idén kevesebben vannak, de többet fognak vezényelni zenekart napi szinten. Hogyan épül fel az oktatás, illetve a kurzusok hogyan néznek ki, hogyan kell ezt elképzelni, egyáltalán mit tud ön átadni egy-egy növendéknek? A jelentkezőket tavaly úgy válogattuk, hogy aki már tudott egy kicsit vezényelni, volt egy kis tapasztalata, őt is felvettük. Idén egy kicsivel magasabbra tettem a lécet, hogy csak olyan jöjjön, aki ezt a repertoárt már jól tudja megoldani. Van köztük 40-45 éves korban egy kolléga, és vannak 27-30 év körüliek. Tehát nem korfüggvények? Nem korfüggvények. Nem szabtuk, hogy mi legyen az alsó-felső határ, inkább azt látjuk, hogy videót küldenek, felvételen megnézem, hogy mi a tudása, mi a tapasztalata, van egy rezüméje, és ennek alapján azt mondom, hogy ezt meg tudja oldani, vagy nem. Van, aki 40 évesen dönti el, hogy ő karmester akar lenni, 4 éves tapasztalata, van, aki meg 20 évesen kezd, és akkor van, mit tudom én, 15 éves tapasztalata, de van, aki annyira tehetséges, hogy 4 év alatt többet fejlődik, mint valaki 15 év alatt. Szóval ez emberfüggő, személyre szabott, ha szabad ilyet mondani. És hogy a repertoár nehéz, Brahms, Beethoven szimfóniák,
és Tűzmadárszvita Stravinsky, ami egy nagyon népszerű mű és nagyon sok technikai nehézséggel bír, Kodály galántai táncok, amely a karmester versenyen, a nemzetközi karmester versenyen is volt repertoárban, ami egy sláger darab, de ugyanakkor rejt egy csomó karmesteri nehézséget és feladatot. Na és visszatérve a kérdésre, mi az, amit ön át tud adni igen, na most ilyenkor, a rendő karmestereknek? Igen, ilyenkor fiatal karmester vagy úgymond kevésbé tapasztalt karmesternek elsősorban minél többet szeretne, vagy mire van szükség, minél többet szeretne zenekar elé állni, és minél több művet kipróbálni, úgymond idézőbe teszem, persze nem kipróbálni, hanem kigyakorolni és megtapasztalni azt, hogy milyen az élőben. Mert elméletben, amit az ember elképzel, az sose az, amivel szembesülünk. És én olyankor hagyom őket dolgozni a zenekarral. Ez úgy működik, hogy délelőtt van egy zenekari tömb, amikor egymás után jönnek a jelentkezők, vagyis a résztvevők, hogy egy fél-fél órát kapnak egy-egy művel. Szóval fél órája van egy művet vezényelni, kicsit próbálni, és ezek általában 15 perces tételek vagy művek, és majd amikor lejárt ez a délelőtti rész, délután zongora kísérőkkel ki tudják gyakorolni és kipróbálni azokat a nehéz feladatokat, nehéz részeket. Én délelőtti próbán, ha kell, ha muszáj, akkor beavatkozom és megmutatom, és adok egy-két alternatívát mozdulatilag, ahogy meg tudna oldani mondjuk egy nehéz problémás helyet, amit ő nem bír saját magában úgy megoldani. Vagy adok egy-egy tippet, hogy karjára vigyázzon, a tartására vigyázzon, a térdével, ne rugaszkodjon. Mert szóval, olyan, mint egy edző. Ezzel is üzen, gondolom. Hogy? Ezzel is üzen a természetesen mozdulatával, gesztusával. Ez egy metakommunikáció, a testbeszéd, itt kéz, arc, a gesztika, a mimika, minden valamit kommunikál. Karmester versenyen tavaly hasonló problémákkal szenvedett egy csomó versenyző, és ott is zsűriben hasonlóképpen nyilatkoztunk, hogy vigyázz a mozdulataidra, mert mindeneddel kommunikálsz. Ha nem csinálsz semmit, nem kommunikálsz, szóval nagyon fontos azt az arányt megtalálni, azt az egyensúlyt, hogy mit kommunikálok, mennyire kommunikálok. Ha túl sokat mozgok, vagy túl sok a mozdulat, az meg zavaró is tud lenni. Ez olyan, mint egy táncos vagy balettos, hogy koreográfia nincsen, inkább a kommunikáció, mint egy pantomim. Ugyanakkor ezen felül elméleti oktatási része is van, hogy hogyan kell felkészülni egy partitúrával, egy művel, mire kell figyelni, amikor egy zenekarral találkozik, próbák előtti felkészülés, ez a gyakorlati kérdésekre is kitérek, művekről beszélgetünk, délutáni beszélgetős, ilyen kerekasztal beszélgetéseink vannak. Így néz ki a egynapi program. Mikor ez a 4-5 nap eltelik, a végére már ők úgy vannak edzve, hogy már készen vannak, hogy felléphessenek egy koncerten, és a zenekarnak is ez egy nagyon fontos tábor, mert ők is fejlődnek. Mert ugyanazt a darabot 3-4 karmesterrel egymás után átélik. Ilyenkor megtanulnak jobban figyelni, vagy alkalmazkodni? Pontosan. Rugalmasabban válik a zenekarnak a reakciója, hogy reakció ideje, jobban néznek oda, többet figyelnek karmesterre, nem rutinból, nem emlékezetből játszanak, mert sokszor ilyen hibába is beleesik egy-egy zenész kolléga vagy zenekar, hogy főleg, hogyha nem érdekes, unalmas vagy rossz a karmester. Nem tehet más, nem néz föl. Miről ismerszik meg a jó karmester? Hát ezt definiálni szerintem lehetetlen. A szugesztivitás a legfontosabb. A megjelenése, a zenésége, és nagyon érdekes, hogy egy zenekar első 2-3 percben, ahogy találkozik egy új karmesterrel, azonnal meg tudja mondani, hogy ő milyen karmester. Nem kell neki egy óra, két óra. Pár perc. Vannak olyan zenészek, vagy olyan zenekarok, ahol elég csak egy ütés, és már tudják, hogy kivel van dolguk. Egy karmester esetében mi a siker fokmérője?
az annyira emberfüggő, mert nem tudom, én nekem az a fontos, hogy én tudjak vezényelni, én boldog vagyok, szeretem, amikor ott vagyok színpadon, és megszólal a mű, és úgy, ahogy én szeretném. Természetesen soha nem lesz egy lemezfelvétel színvonal, ez ki van zárva, mert élőzene nem lemezfelvétel, de a helyzet, amit kínál, a lehetőségek ugye keretein belül maximálisan kihozni azt, amit lehet a zenekarból, és utána a közönség reakciója, hogy ők úgy mennek haza, hogy egy év múlva is emlékeznek arra a hangversenyre, vagy később is. És volt is ilyen, hogy találkoztam olyan, aki jött évekkel később, hogy én emlékszem, 98-ban, amikor ott voltam, 2002-ben, amikor itt voltam, és ennél szebb élmény, csodálatos élmény nincs egy karmester számára. Ugye a karmester kurzus egy gálakoncerttel zárul majd, amit itt a MOM Kulturális Központban rendeznek majd meg, milyen darabokat hallhat majd a közönség, és fontos ugye, hogy ez egy ingyenes koncert, miért tartották azt lényegesnek, hogy ingyenessé tegyék, és hogy bárki számára elérhető legyen? MOM-kultban volt tavaly is a záró hangverseny, és én azt fontosnak tartom, hogy ha már van egy ilyen tábor, úgymond, egy edzőtábor, mindenki meg kell, hogy mutathassa a munkájának az eredményét. És ezért mindig szervezünk egy koncertet. Tavaly a reformáció évforduló miatt több koncertet csinálhattuk református templomokban. Idén nem, idén csak egy záró hangverseny lesz MOM-kultban, itt a szomszédban. Ott viszont lesz Beethoven 5. szimfónia, 7. szimfónia, ezek mind nehéz, de népszerű művek. Brahms 2. szimfónia, Mendelssohn olasz szimfónia, ott a Tűzmadár szvita Stravinszkitől és a zárásnak a Kodály galántai táncok. Ez az idei repertoárunk, és ezzel szeretnék mi a közönség elé állni a fiatalokkal, és valószínűleg én is fogok valamit vezényelni ebből, még nem dőlt el, hogy ki mit fog vezényelni. És miért ingyenes? A MOM-kultnak ez a sorozata, eleve ez egy ingyenes, családbarát, úgymond programsorozat, és mi nagyon örülünk, hogy ebbe tudunk mi részt venni, vagy ehhez társulni, mert nekünk az a fontos, hogy ez nem egy kereskedelmi tevékenység, hanem ez egy szolgáltatás. És mi a kultúrát szeretnénk vinni a nagy közönség felé, és akárki, akármilyen korosztályból tudjon csatlakozni, részt venni, és velünk együtt örülni ennek az eredménynek. És talán ez is egy lépés a komoly zene megkedveltetése felé. És nagyon sok barátom, nagyon sok ismerősöm kérdi, mikor lesz, hol lesz, jöhetnek a gyerekek, mondom, természetes ez a lényeg. Családokat hozzatok, nagymamák, nagypapák, gyerekek, unokák, mindenki jöjjön. Nagyon fontos, hogy egy ingyenes, de gondolom kell regisztrálni, mert egy végesebb befogadó képessége. Így van, mindenképpen. Hogyan lehet regisztrálni és azt a részét nem tudom, de azt MOM-kult honlapján, ha jól tudom, ezt úgy kell regisztrálni. Ezzel én nem foglalkoztam, mert nekem kicsit más a helyzetem, mert aki ismerősöm, az csak szól nekem, és én félreteszek neki azt a pár belépőt, hogy meglegyen a helyük. De mondjuk a terem nagy, az erkéllyel együtt elég nagy létszámba tudnak ott befogadni közönséget. Ön szerint miért fontos, hogy minél többen találkozzanak a komoly zenével, illetve ezekkel a klasszikusokkal, akiket felsorolt? Én nem tartom fontosnak, hogy kizárólag, vagy pont ezzel kell, hogy találkozzon a közönség. Én azt tartom fontosnak, hogy kultúra minden területével érintkezzen egy ember, aki egy bizonyos környezetben él, azzal is, ami nem oda tartozik, nem helyi kultúra, vagy egy helyi hagyomány. Ez egyfajta nyitottságot, rugalmasabb gondolkodásmódot hoz az életében. Ezzel együtt zenélés önmagában, muzsikálás, egy hangszeren muzsikálás nagyon sokféleképpen fejleszti az emberi agyat. És ezt már a tudósok is bebizonyították, hogy nagyon sok központot aktivál a zenélés folyamata, nem zenehallgatás, de zenélés folyamata, főleg egy hangszeren nem énekelve, amely különben az ember életében nem történik meg.
csak amikor hangszerrel foglalkozik, vagy hangszert megszólaltat, és elképesztő pluszt ad a kisgyerekeknek az életük során, a fejlődésükben, az agyi gondolkodás és a képességek fejlődésben, és a motorikus fejlődésben is. Ezért is támogatják azt, hogy mindenki valamilyen hangszerrel egy ideig foglalkozzon gyerekkorában. Nem kell mindenkiből zenész legyen, Isten ments, nem kell annyi zenész a világnak, de a zene legyen része az emberiségnek mindig. Visszatérve a kurzusokra, mi a távlati cél, hogyan fog folytatódni majd ez a sorozat, ezt lehet már tudni? Igen, az igazgatórakkal első perctől kezdve úgy döntöttünk, hogy mi ezt a kurzust, mint egy brandet leraktuk, és életbe szeretnénk tartani minden áron. Minden évben egy kis csavarral, kibővítve vagy átalakítva. Idén ez csak karmester kurzusként funkcionál, jövőre én hozzá szeretnék társítani hangszeres kurzust is, világ egyik nagy hegedűsét, vagy csellistáját, vagy fagott művészét esetleg idehozni. Egy hangszerkurzust, egy karmester kurzust párhuzamosan vinni, és szeretném ezt továbbfejleszteni. És örülnék, hogyha ez a szerves részévé válna a régiónak, akár oktatási, akár nem tudom, hogy milyen programba lehetne beleépíteni, de mindenképpen legyen szerves része, és ugyanakkor Európai Uniós pályázatokat szeretnénk mi célozni, hogy kapjunk támogatást az oktatás területén és kultúra területén, egyfajta ilyen kaposként tudjunk funkcionálni. A magyar karmesterekről még nem beszéltünk, voltak gondolom magyar jelentkezők idén is. Meg kell mondjam, hogy nem. Ennek több oka lehet, amiben most nem mennék bele, de az elsődleges oka szerintem a részvételi díj, ami mindent tartalmaz, ugye a szállást, az étkezést, az ellátást, mindent. Lehet, hogy egy magyar fiatalnak ez túl sok. Nem tudom megítélni, megmondom őszintén. De ennek más oka is lehet, mert olyanok, akiket ismerek, fiatal magyarokat, akiknek jó lenne, hogyha eljönnének erre a kurzusra, egy részének már van kapcsolata a zenekarhoz, vagy ilyen fajta zenekarokhoz, ugye, magyar vidéki zenekarokhoz, akár vendégkarmester, akár betanító karmesterként jönnek rendszeresen dolgozni. Pedig ez más, ez egyfajta kurzus, ahol ők tudnának fejlődni. Én jobban örülnék, hogyha magyarok jelentkeznének erre a kurzusra, de ez eddig nem történt meg. Inkább a világot jobban érdekli ez az egész, mint a magyar fiatalokat. Egyetlen dologról beszéljünk még a végén. Ugye Gülbaba Türbéjének és Wagner Villának ülete a kulturális és művészeti igazgatója. Gülbaba Türbéjét 3 évvel ezelőtt kezdték el felújítani. Hol tart most ez a folyamat? És hát egyáltalán milyen jövőt képzelnek el Gülbaba Türbéjének? A Gülbaba Türbéjének és a Wagner Villának, amely a múzeum része, kert külső-belső parkosított rész, a virágos kert, a függőkertek, stb. Szóval mindennek a felújítása lezárult. Még nem volt meg a megnyitója, és azt még nem tudjuk, hogy pontosan mikor lesz. Az következő hónapokban lesz valamikor. Erről úgy is a médiában fog megjelenni a megfelelő sajtótájékoztató. Én, mint a kulturális és művészeti igazgató, a Türbének a múzeum részének és az ottani rendezvényeknek a lebonyolításáért vagyok felelős. Természetesen ez egy sírkert és egy kegyhely, ott nem lesz se zenés, se hangos rendezvények nem lehetnek, csak egy kiállító terem részünk van lent, ahol kiállításokat rendezünk, legfeljebb irodalmi esteket. Ezen felül a kulturális tevékenységi körünk egész országra és külföldre kiterjed. Mi országosan és külföldön is fogunk rendezvényeket szervezni, kiállítások, koncertek, meg egyéb fesztiválokat, amelynek elsődleges célja a Magyarország és magyar kultúra népszerűsítése. Tehát ez a legfontosabb cél, ami a fókuszban. Elsődleges, igen.
áll. Azt lehet tudni egyébként, hogy milyen programok lesznek? Már hogy vannak konkrét elképzelések? Természetesen van egy kutatás program, amit összeraktam, és ezt a kormányzatilag ugye el kellett fogadtatni. De ezt most nem tudom elárulni, mert ennek meg lesz megfelelő kommunikációja, amikor eljön az ideje. De minden esetre már nyáron szeretnénk elkezdeni házon kívül kisebb rendezvényekkel, amikről hamarosan szerintem fogjuk értesíteni a közönséget. Na jó, tehát akkor ezekről majd később fogunk beszélni. Örömmel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm. Friss Kultúrponttal, ahogy már megszokhatták, minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!